az egészségről sok szempontból. Köszönöm szépen, akik azt mondták, hogy milyen hiánypótló ez a műsor, mert egészen más szemmel vizsgálgatjuk magát, a természetet, a természet adta lehetőségeket, az egészségkutatók legújabb felfedezéseit vagy alkotásait, hiszen egy igazán jó, komplex ital, az már önmagában egy alkotás. És ami nagyon nagy örömünk, hogy Mester Károly agrármérnök az, aki fogja a kezünket, és időről időre elmagyaráz nekünk olyan dolgokat, amikre mi úgy biztos, hogy sosem gondolnánk. Egyrészt nagy szeretettel üdvözlöm, Károly. Köszönöm szépen a meghívást. Másrészt, hát most is valami egészen különleges dologról kell beszélnünk. A címünk bélegészség, de hát tudjuk, hogy ez a bizonyos egészség, hát ez nagyon sok mindentől függ. Károly, mi az az újdonság, ami miatt mi most egyáltalán beszélgetünk? Két olyan élelmiszert tudnék bemutatni, ugye egy régebbi, ugye az almarost, a másik pedig egy újabb, ez almapektin inulinnal. Mind a kettő a bélegészségnek az alapja. Tehát ahhoz, hogy szép, egészséges bélhámsejtjeink fejlődjenek, ahhoz gyakorlatilag naponta 15 g pektinre van szükségünk. A pektinnek a speciális szerkezete révén vajsav képződik belőle, ezt a butirát termelő baktériumok végzik, tehát a butirát az a tudományos neve a vajsavnak. A vajsav segítségével fejlődnek ki szép szabályos bélhámsejtek, illetve a máj sejteknek is nagyon fontos, vagy majdnem kizárólagos energiaforrása a butirát, tehát a vajsav. Tehát ez felszívódik, és a felszívódott vajsav eljut a májba, és a felszívódott butirát az eljut az agyba is. Tehát ez a bélagy tengely mentén ugye mozog, és gyakorlatilag egy nagyon fontos információt közöl az agyba, nevezetesen azt, hogy a vastagbélben lévő bélbaktériumok körül minden rendben van. Ugyanis ha van pektin a bélben, akkor gyakorlatilag egészséges a mikrobiom, és ahogy egészséges mikrobiom, az számtalan egészség megőrző állapotnak a fontos része. Tehát most a Béki tanárról csináltunk például egy műsort a hisztaminérzékenyeknek, és abban én részletesen kifejtem, amire itt nincsen idő, hogy gyakorlatilag miért fontos az a hisztamin érzékenyeknek, hogy a vastagbélben a butirát termelő baktériumok legyenek ott. Na most ugye ezt az almapektin inulinnal italt, ezt azért fejlesztettem én, mert azért engem ér mindig egy kis kritika, hogy ezek a fejlesztések, ezek az elképzelések, amelyek hozzájárulnak az egészségünkhöz, ezek nagyon-nagyon jók, csak lehetne egy kicsit finomabb. Na most ennek az igénynek próbáltunk megfelelni az almapektint, amikor összeházasítottuk ugye az inulinnal. Most nem tudom, hogy... Hát én szeretném, ha először is már az alma pektint se tudjuk igazán, bár már beszéltünk róla, hogy mi az, de az inulint megint csak nem tudjuk. Tehát a szavakat is, sőt, én még a mikrobiomot se bánnám, ha elmondanánk, hogy mi az. Jó, tehát a mikrobiom, humánban használják ezt a kifejezést, hogy mikrobiom, tehát gyakorlatilag 12 milliárd testi sejtünk van, 12 milliárd, és durván 120 milliárd bélbaktérium él velünk. Tehát mindenkiben, ha rendben van az egészségi állapota, tehát az egyensúlyi állapota megvan, akkor durván egy olyan 2,5 kiló bélbaktérium él velünk. Ezek a bélbaktériumok, ezek a mi segítőink, tehát tulajdonképpen mi szimbiózisban élünk a saját bélbaktériumunkkal, de leginkább azt mondom, inkább a bélbaktériumok segítik a mi egészségünket. Ugye említettem a vajsavat. Tehát a vajsavat azt a bélbaktériumok tudják megtermelni a pektinből. A pektin az tulajdonképpen egy nagyon-nagyon finom rost. Tehát ha elképzeljük azt, hogy vannak ugye például a növényi sejtfalakban, ott vannak ugye erősítő szálak, ezek a cellulóz szálak. Vannak vékonyabb
szálacskák, ezek a hemicellulózok, és vannak a kötegelők, amelyek összefűzik ezeket a vastagabb, vékonyabb szálacskákat, hogy ennek jó legyen a tartása. Na most ez a pektin. Ez nagyon érdekes a szerkezete, mert tulajdonképpen egy poligalaktoron sav, tehát egy galaktózból, egy monoszaharidból levezetett savnak a polimere, ahol minden 24. molekula az egy monoszaharid, egy ramnóz, tehát ez egy cukormolekula. És az a cukormolekula tud kötődni ahhoz a cellulózhoz és ahhoz a hemicellulózhoz, ahova rögzíti ezt. Tehát a pektinnek a szerkezete nagyon-nagyon érdekes. És ugye ezt az érdekes szerkezetet használjuk mi arra, hogy tulajdonképpen az alma pektint összehozzuk az inulinnal. Na most akkor beszéljük meg az inulint. Az inulin az tulajdonképpen mindenki ismeri a csicsóka növényt például. Hogy ne mondják, hogy nagyon jó. Cukrosoknak nyugodtan eheti. Így van. Meg finom. Kicsit finom, édes. Igen. Kés. Na most, hogy szokták mondani, ugye főleg a gazdászok, emberek, hogy minden jólónak, meg minden szép asszonynak van egy pici hibája. Aha. Na most a csicsókának is van egy kicsi hibája. Nevezetesen az, hogy van benne cukor is. És ez nem jó. Tehát gyakorlatilag azért nem jó, például akinek fruktóz intoleranciája van, annak nem jó a csicsóka. Uh-huh. Viszont ebben az inulin a csicsókából származik, és viszont egy nagyon-nagyon tisztított, tehát gyakorlatilag 97% tisztaságú az inulin tartalma, mert a csicsókának durván 25-30% között van az inulin tartalma, de legalább annyi monoszaharid van benne. Na most ezt szét kell választani. Ebben a termékben csak nagy tisztaságú van, tehát a monoszaharid döntő részben nincsen benne. Uh-huh. És itt jön elő a dolog érdekessége, hogy az a picika, ami benne van, amikor mi, na most ugye mi az inulin, azt először befejezem, az inulin az egy úgynevezett rezisztens szénhidrát. Ez a rezisztens szó ebben az esetben azt jelenti, hogy inuláz enzimünk nincsen. Ez egy gyakorlatilag egy oligoszaharid, ez egy olyan 20-30-40-50 molekulából álló cukor molekulati lényegében, de nem cukor, ez egy szénhidrát, viszont mivel nincsen inuláz enzimünk, az csak a bélbaktériumoknak van, ezért mi nem tudjuk megemészteni. És emésztetlenül megy tovább a vastagbélbe, és itt jön el az érdekes tulajdonsága, a vastagbélben a jó baktériumok, azok pedig gyakorlatilag rövid széllánzú zsírsavakat termelnek, amely nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy a bélegészség meglegyen. És ami miatt összehoztuk mi tulajdonképpen a almapektint, ami talán egy kicsivel fontosabb bélbaktérium táplálék, mint az inulin, az, hogy tulajdonképpen az inulin az édes. És ezért végre tudtunk csinálni egy finom terméket. Na most én tulajdonképpen csak azért csináltuk, hogy a gyerekek ezt meg tudják inni. Tehát már az ő korukban is szükség így van, tehát, rá? Hát most visszakérdezek, hogy ugye a csecsemőknél a hozzátáplálás, az egy végtelen fontos dolog, és gyakorlatilag miért almával kezdődik? Azért, mert ott van benne a pektin. Tehát gyakorlatilag ugye nyilvánvalóan én sose tagadom le a saját szakmámat, tehát amikor a kismalac, ugye gyakorlatilag az táplálkozási szempontból pont olyan, mint a csecsemő. Tehát mi ugyanúgy vagyunk fölépítve, tehát a bélcsatornának a hossza, a különböző bélszakaszoknak a hossza, mind a ketten mindenlevők vagyunk, a kismalac is, vagy a sertés is, az ember is, gyakorlatilag egy együregű, hétrétegű gyomra van tehát a sertéseknek is, az embernek is. Tehát minden ugyanaz. És amikor ugye én ezt szoktam mondani, hogy ennek az alapja nem ipari termelésből származik ez az alma. Ez nagyon fontos dolog. Nem ipari termelésből. Ez azt jelenti, hogy nincsen 25-ször megpermetezve. Az Európai Unióban ipari termelésre adják a támogatást, az 25-ször. Vannak ugyan rezisztens fajták, de az lényegesen, tehát azt is azért kell. Tehát az egyik lényeges, hogy ez az almapektin háztályi almából van. Vagy... Így van, tehát kiskerti almából van. Tehát nagyon jól fogalmaztad meg. Ugye van egy másik dolog, hogy vannak speciális vastagbél problémák,
ahol nem igazán javasoltak az apró pici kis részecskék, tehát ezek a divertikulumokba bele tud ülni, és ezért például akinek komoly krónikus vastagbél problémája van, ott inkább az alma pektint inulinnal javasoljuk, azért, mert tulajdonképpen ebben csak folyékony, a vízben oldható, tehát a legértékesebb rész van benne. Aki nem tudna, hogy mi a divertikulum, az ugye a bélfalból kiágazó kis zacskócskák, így van. Talán azért, mert elhalnak ott. Így van, tehát egy masszív krónikus gyulladási folyamatnak a következménye. Na most és ugye, akkor az meg tud telni, mert ugye nem van, keresztül van, megy van, a van, benne levő így van, anyag, hanem kiül a zsákokba. Így van, tehát nagyon-nagyon kedvező tapasztalatok vannak ezzel, meg illetve hát ugye gyakorlatilag, ha megnézzük, ugye a másik, az ugye egy étrend kiegészítő, aminek a bélegészségnek a része. Még a fulvósav, meg a 14. Igen, a fulvósav, és abban ugyanúgy benne van a pektin, és ugye abban, tehát annak a tapasztalata, csak ugye az igazság, hogy tulajdonképpen nagyobb mennyiségben lenne szükség a pektinre, nagyobb mennyiségben lenne szükség. Tehát ugye mint ott, ami abban a komplex italban van. Így van, tehát azért hozzájárul a bélegészséghez, csak ez nagyon-nagyon jól kiegészíti. Nagyon-nagyon jól kiegészíti. Tehát azért ugye az einsteini gondolat, hogy őrültség az, ha mindent ugyanúgy csinálunk, ahogy eddig, és hogy más eredményt szeretnénk kapni, és ugye viccesen el szoktam mondani, és ez tényleg így van, hogy a kismalac nem attól beteg, amit eddig még nem adtunk neki. Mert mit adjunk a kismalacnak, hogy ne legyen beteg? Ez nálunk is így van. Tehát nem az a probléma, hogy mit nem ettünk még, ezt tisztelettel mondom mindenkinek, hanem azt kell megnézni, hogy eddig mit ettünk. És ugye azok a kiváltó okok, na most ebbe, hogy mit nem ettünk eddig, ha valakinek ugye a finom rost bevitel, tehát nincsen meg a napi 15 g pektin, akkor nincsen bélegészség. De ez csak az almában van, vagy létezik még más is, ahonnan ezeket a rostokat? Nagyon jó a kérdés. Na most ugye a pektin az legnagyobb mennyiségben a citrusfélékben van. Ami miatt én nem igazán javaslom a citrusféléknek, mert tulajdonképpen a narancsba is ugye a héj alatt az a bélelő fehér kötőszer. Ami keserű egy kicsit. Hát ugye az ott van a nagy mennyiségű pektin. Ami miatt én azt nem javaslom, bár én gyerekkoromban nagyon szerettem úgymond kiszedni belőle, és én szívesen megettem egyébként, az a baj, hogy ugye a szállítás során ugye penészesedik, és ugye ez penészgátlóban van beáztatva, sajnos. Ez tény, tehát azért is... Én úgy óva szoktam inteni a citromhéjat, hogyan használjuk a gasztrológiába, vagy gasztronómiába, vagy egyáltalán a limonádéknak itt a szerepe az hogy van. Mostanában beleteszik héjastúl mindenestől. Igen, tehát ezt úgy egy kicsit azért én óvatosan kezelném, mert ugye én tudom azt, hogy a penészgátlók azok gyakorlatilag azok bifenilek, és ezek a penészgátlók, ezek mind-mind a pajzsmirigy problémát gerjesztik például. Tehát ha megesszük, akkor nálunk elkezdi, hát, így van. Vagy ezt a mikrobiomot tönkretenni, vagy... Igen, meg hát klasszikusan ugye a pajzsmirigy gyulladási problémáknak ugye ez a diklofenoxi ecetsav, tehát itt is a penészgátlók azok bifenilek, tehát tulajdonképpen a pajzsmirigy hormon is egy bifenil, tehát két fenil alanin, ugye a két tirozin aminosav kapcsolódik össze, de ebben nem akarok belemenni itt. Tehát gyakorlatilag azért inkább az alma, azért, mert főleg, ha az nem ipari termelésből származik, abból egy értékes pektin főzhető ki. De nem csak az alma, tehát ezt határozottan mondom, hogy nem csak az alma, mert a fiatal növényben, amiben nem indul el a ligninesedés, tehát nem öregszik meg, tehát ugye amikor... Mondjuk egy sárgarépa, ha fiatal, abba is van? Inkább levelezöldséget mondok. Levelezöldséget, tehát gyakorlatilag egy bimbós kell, ami fiatal, nagyon fiatal, annak magas, vagy egy rukkola, egy jégsaláta, egy madársaláta. Tehát ezek a fiatal levelek. Tehát ezek a fiatal levelek, ezek a legértékesebb, mert abba még kevesebb a cellulóz, arra is szükség van, kevesebb a cellulóz, de több benne a pektin, és gyakorlatilag a pektin az vízben oldódik, ezért nagyon jól oldódik
a tímuszban, a béltartalomban, a baktériumok jól hozzáférnek, könnyedén hozzáférnek, és gyakorlatilag ragyogóan megtermelik. Tehát most én azt szoktam mondani, hogy az almarostból ugye célszerű lenne, mert 60 g almarostban van 15 g pektin. Egy felnőtt embernek 15 g pektinre szüksége van egy nap. Tehát egyen mellé nagyon fontos fiatal, minden nap együnk valami fiatal levelez zöldséget, és ezt mindenki le tudja magán mérni, hogy akkor milyen lesz a széklete például. Mondjuk például a petrezselyem is megfelel van, ennek? Nagyon jó. Mert az ugye nagyon kéznél van, majdnem minden így háztartásban van. Így van, tehát ugye ez úgy van, hogy ugye annak idején nem véletlenül főzték bele az asszonyok a petrezselyem levelet a húslevesbe. Az egy, édesanyám például az egy nagyon komoly mennyiséget tett bele, egyrészt az íze miatt, másrészt amikor az megfőtt, megpuhult. Tehát ugye az egy nagyon-nagyon, hát ugye az ellenlevél ugyanúgy, tehát ezek a levelek. Tényleg. De ugye most már vannak ám itt ehető, idézőjelbe téve gyomnövények is, hát lehet gyűjteni olyan helyeken, ugye Natura 2000-es területeken például lehet gyűjteni ezeket az ehető gyógynövényeket. Tehát nagyon sokféle van, hát, és ezeket az ehető gyógynövényekkel ugyanúgy nagyon sok pektin tudunk bevinni. Most azoknak, mert én már hallom az önök kérdését, akik eddig ették a por alakú almarostot, meg mondjuk itták a komplex italt, kell váltaniuk, vagy ha nekik ez így jó, vagy jobb, ha egy inulinos almarostot? Tehát ugye mindegyik az én gyerekem. És hát most... De én tudok különbséget tenni, és ugye el tudom mondani az előnyét, hátrányát. Tehát gyakorlatilag akinek tehát nincsen krónikus bél problémája, megelőzésre gondolja, hogy neki rendben legyen a bélegészsége, a jobb választás talán az almarost. Azért, mert ott struktúrrostok is vannak, tehát ott van mellette a cellulóz, ott van mellette a hemicellulóz. De mondjuk én úgy szoktam mondani, hogy az nem a napnak a fénypontja, amikor ugye a két kanál almarostot ugye betesszük egy két deci ugye gyümölcs tejába, megkavarjuk, és gyakorlatilag megisszuk. Az a lényeg, hogy lent legyen. Tehát nem a... Jaj, de jó! Ezt jegyezzék meg, nem baj, nem az a nap fénypontja, csak a lényeg lent legyen. Így Károly van, tehát, nagyon tetszik. Tehát, de következő, majd akkor, amikor ugye előjön a széklet, és akkor annak olyan lesz az illata, mint a friss tavaszi szántásé, akkor majd megértjük ezt a dolgot, mert aki ezre szépen beáll, és gyakorlatilag ezt folyamatosan, és kérdezik, hogy meddig kell ez kúraszerűen, nem, az idők végezetéig, hát az állatokat minden nap meg kell etetni. Hát olyan nincs, hogy nem és etetjük hát mi, meg. És amíg élünk, eszünk? Nem, hát a bélbaktériumok, a mi kis állataink, jaj, bennünk minden nap meg kell etetni. Na most, akinek valamilyen bél problémája van, ott inkább már az alma pektint inulinnal azt javaslom. És a másik nagyon fontos dolog, hogy itt a gyerekek. Tehát ugye nagyon nehezen lehet rábeszélni az almarostra, bár egy ügyes édesanyja, egy ügyes háziasszony gond nélkül besűríti vele a főzelékeket, tehát lehet bárhogyan használni. Vagy egy gyümölcslevesbe lehet adalék. Így van, tehát az is például ragyogó ötlet, de adott esetben ugye gyakorlatilag egy növényi tejbe beletéve úgy szintén, és ugye tehát számtalan olyan dolog van, ahogyan ezt be lehet juttatni, úgyhogy idézőjelvetében mondom, hogy legyen egy kis élvezeti értéke, de ez gyakorlatilag, meg a mai rohanó világban, akkor egy kupicát hamarabb lehajtunk, mint elkeverünk. Most erre nincsen időm elkeverni, megcsinálni a teát, meg stb. Ott van, beleöntöm, bekapom, és gyakorlatilag az a lényeg, hogy minden nap, tehát azt nehezen tudom elfogadni, tehát 50 évesek vagyunk, ilyenkor már szokott lenni polip. Nem szokott lenni. Tehát vastagbél polip. Azok jó indulatú daganatok. Ja, hogy ezt gondolják az emberek, így hogy az van. Természetes, ha van egy... Nem. Tehát ha bélhámsejtek szabályosan tudnak szaporodni. Ez nagyon-nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen, ha a butirát termelés rendben van, az a bélimmun állapota rendben van, az nyugalmat sugároz az egész szervezetbe. És hogyha ott gram-negatív baktériumok vannak, amelyek
ugye nek a külső rétege, ugye a gram negatív festődés kívülről, az azt jelenti, hogy lipopoliszaharid réteg van. Hát itt sokkal jobban értjük. Tehát az ezer, majd mindjárt mondom, az ezerszer aktívabb immunbiológia, mint egy gram pozitív. Tehát az állandóan úgymond idézőjelbe téve cseszteti az immunrendszert, és a bélnek a falában ott vannak ezek a hízó sejtek, ez egy nagyon érdekes dolog, ami következő dolgot érzékeli, hogy itt butirát termelő baktériumok vannak, jön a butirát, nyugalom van. Itt minden rendben van, kérem szépen. Gram negatív baktériumok vannak, mert nincsen elég pektin, meg almarost, meg, tehát rostbevitel, nincsen elég, nem tudnak elszaporodni a vajsavat termelő baktériumok, és akkor ott következő a helyzet, állandóan stresszeli az immunrendszert, és mi következik? Óriási mennyiségű hisztamin termel a hízósejt. És gyakorlatilag itt nagyon sok hisztamin érzékeny, főleg a hölgyek hisztamin érzékenyek, azért, mert ha nincs rendben a bélegészség, a hisztamin kérdés az nem a növényekben, meg a táplálékokban, meg a fermentált, meg a tartósított élelmiszerekben lévő hisztamin és daoenzim kérdése, ami le tudja bontani, nem. Ez legalább egy 6-7 ismeretlenes egyenlet, és abban a 6-7 ismeretlenben a bélbaktériumoknak a szerepe, a bélnyálkahártya immunállapota, vagy a bélnyálkahártyák funkciója, hogy meg tudja termelni a daoenzimet például, ez nagyon-nagyon fontos. És hogyha ez a rendszer, ez a bélegészség nincsen kipipálva, akkor ez nagyon sok irányban elágazó probléma, és a legelső az, amikor, hát tulajdonképpen én nem érzem jól magam, mert nekem nincsenek, valami úgy nem stimmel. Ez az a helyzet, hogy amikor a tulajdonképpen az ott termelődő biogénaminok, az ott termelődő toxinok, amelyeket a gram-negatív baktériumok termelnek, azok gyakorlatilag direkt idegmérgek, és a nervus vagus, a bojdó ideget, ami gyakorlatilag a vegetatív életünket, az akaratunktól függetlenül működő szabályozási folyamatokat, hogy most itt valamit nem érzek jól, persze, mert nincs rendben a bélperisztaltika. Persze, azért, mert azok a folyamatok, amiknek szabályozottan kéne működni, mert a nervus vagus az működne, tehát a bolygóideg az működne, csak ezek a toxinok, ezek a neurotoxinok, ezek gyakorlatilag akadályozzák ennek a szabályozott működését, tehát az alapreguláció nincsen rendben. Hát én megpróbálom leszűrni a tanulságot, de természetesen Károly kijavít, ha nem így van. Elsősorban legyünk jóba a saját baktériumainkkal, a hasznos bél baktériumainkkal. Szeressük őket, mert kell. Második, tápláljuk, etessük őket, ha jól értettem. Így van. És ha minden igaz, akkor ez az inulinos almapektin, ez az ő kedvenc eledelük. Így van. Tehát én be is írtam már az ötöst neked. Tehát ez valóban így van. Na most, hogy mennyire így van, hadd mondjak el egy példát. A termékek kapcsán nyilvánvalóan megkeresnek, és kapok például mikrobiom vizsgálati eredményeket. És ugye gyakorlatilag itt most már azért nagyon-nagyon szépen jönnek ezek vissza. Tehát ugye akinek bél problémája van, ott gyakorlatilag tehát a referencia tartományban nincsen benne a tejsavtermelő baktérium, hanem a nullához közelít, és nincsen benne a butirát termelő, tehát a vajsavtermelő baktérium, az a nullához közelít. És gyakorlatilag Ermiről beszéltem, ez a lipopoliszaharid, tehát LPS baktérium, mert így is hívják őket, tehát ezek a gram-negatív baktériumok, amelyek ezeket az idegmérgeket termelik, az pedig gyakorlatilag a maximum fölött vannak. Tehát ezek visszaigazolódnak, és hogyha nem tápláljuk, nem etetjük őket, és gyakorlatilag itt főleg itt nagyon sok minden a cukrok körül forog, tehát nagyon magas a szénhidrát bevitel, és tulajdonképpen a nem tökéletes az emésztés, mert sajnos ugye nagyon sok esetben a vékony bélben sincs rend, többek között a butirát miatt egyébként, akkor gyakorlatilag egy önmagát gerjesztő folyamat, és abszolút tökéletesen foglaltad össze. Ez a lényege.
jóba kell velük lenni, ott kell lenni, minden nap meg kell etetni, és ebben a pektinnek a szerepe, a fiatal növényi rostoknak a szerepe, vagy jelen esetben, ha nem félsz hozzá minden nap, akkor az almarostnak a szerepe, vagy ha még egy kicsit finomabbat is akarsz, akkor az almapektinnek a inulinnal a szerepe, ez döntő. Tehát akkor ez nagyon fontos, hogy végre valami olyasmit kínálunk, amit jól esik majd inni. Biztos, hogy érdekes kérdés, hogy a vajsav az micsoda, hogy elége az, hogy ó, majd én eszem vajat, abban biztos van vajsav. Ez nem így van. Azért tisztázzuk. Ez nem így van. Tehát gyakorlatilag ugye számtalan kérdés fölmerül, hogy például ebben a gyógynövény italban van tejsav, és ugye, hogy én tejérzékeny vagyok. Viccesen szoktam mondani, hogy a tejsavat azért hívják tejsavnak, mert a tudomány történetében legelőször a tejben találták meg. Na most természetesen gyümölcsökben is van tejsav, tehát hogyha a sárgarigóban találták volna meg a tejsavat, akkor a sárgarigósavnak hívták volna. Tehát ugye gyakorlatilag itt a vajsavnak a vajhoz semmi köze nincsen. Tehát csak így hívták el, ugye gyakorlatilag egy rövid szénláncú zsírsav, mert propionsav, ecetsav és vajsav, ez a három rövid szénláncú zsírsav, ami a bélegészség szempontjából nagyon fontos, és különösen nagyon fontos. Tehát ezt nagyon régen tudjuk. Tehát nekem a saját szakmámban óriási vita volt, ugye a vajsavnak van egy tulajdonság, egy kicsit büdös. Tehát azt nem lehet megenni például. Ezért például a malacoknak ugye kapszulázva tették bele a vajsavat a takarmányába, és akkor azt szoktam mondani, hogy gyerekek, itt valami nem rímel. Hát adjál neki finom, vízben oldható, fermentálható rostot, és akkor majd az ott lévő baktériumok meg fogják termelni, mert az nagyon fontos dolog, hogyha a butirát termelő baktérium ott van, tejsav termelő baktérium ott van, kiszorítja a rosszakat. Ki fogja szorítani? Hát sokkal jobb, ha megtermeltetjük vele. Hát egyértelmű. A megoldás az, hogy jó baktériumok legyenek ott, és szorítsuk ki a károsakat, és annak a mikrobiomnak olyannak kell lenni, hogy megfelelő számba ott legyen, mert tulajdonképpen eubiotikusnak mondják azt a Blair-fórát, ahol 99,9%-ban ezek a jó baktériumok vannak ott. Na most állandó kérdés az is, hogy miből mennyit. És ugye itt még erre is kapunk egy segítséget, mert háromféle méretezés van a kis pohárban, amit ugye eleve megkapunk. Miért van három? Ugye itt az OGI engedély kapcsán ugye meg kellett mondani, hogy egy embernek mennyit adjunk. Hát tulajdonképpen az 4 centiliter, mert ugye ez a hivatalos ajánlás, a 4 centiliter, de hát nem mindegy, hogy valaki 50 kiló vagy 100 kiló, tehát nem mindegy. Tehát ugye gyakorlatilag én inkább a testtömbe kilóhoz, csak azt szoktuk mondani, hogy akkor, tehát a szóbeli kommunikációban, hogyha egy kisebb testsúlyúról valakiről van szó, annak elég 3 centiliter, ha egy közepes, akkor 4, ha nagyobbnak 5, vagy én ugye azt is szoktam mondani, hogy gyakorlatilag itt vannak problémák. Tehát ugye például akinek a vese kapacitás valahogy beszűkül, ugye ott a paraszimpatikus tónusban, tehát akkor működik jobban a vese, meg a zsigeri dolgok, tehát az emésztés, meg stb. Tehát itt a keringésnél is, akinek úgymond vannak problémái, annak inkább azt, hogy 2-3 centiliter, tehát azzal nincsen semmi probléma, mert akkor az éjszakai vegetatív idegrendszer által szabályzott folyamatok, tehát ezek a paraszimpatikus tónusban működő dolgok, ezek jobban működnek akkor, hogyha este is ott van a gyakorlatilag abban a mennyiségben. Na most ugye az almapektinnek, az inulinnal adagját én azt mondom, hogy ez 0,5 deci. Na most akkor, hogyha valaki emellé még azért valamilyen szintű egyéb rostot fogyaszt, ha nem, mert ez az Európai Uniós ajánlás is, akkor ugye gyakorlatilag az 10 grammot kér a pektin és az inulin bevitelből, 10 grammot kér. És ugye gyakorlatilag ha valaki eszik valamilyen rostot, akkor 0,5 deci ebből elég, mert az tartalmaz annyit, amennyi, tehát inkább a bélegészséghez kell. Nyilvánvalóan a gyerekeknek is ez 0,5 deci körülbelül az elég, és akkor ők talán szívesebben megisszák, mint az almarostot. Tehát nekik
nekik nagyon nagy problémáik vannak. Tehát a gyerekek még inkább, tehát egy fiatal fejlődő szervezet, ahol tulajdonképpen a bélbaktériumok nagyon sok mindent szintetizálnak nekünk. Tehát a B-vitamint például, a szerotonin termelésben nagyon-nagyon fontos szerepe van. Ugye az alvásnak, az ébrenlétben, a mentális egészségünkben. Tehát ezek mind-mind nagyon fontosak, és ebből a szempontból a gyerekek, főleg aki úgymond problémás, tehát egy hiperaktív gyereknél, ez például végtelen fontos. Talán akkor segítettünk és adtunk egy-egy megoldást. Most a szép az lenne, ha ki tudod nyitni, persze, hogy megkóstoljuk, persze. Hiszen most akkor kíváncsiak vagyunk az ízére, mert ugye törzsnézőink tudják, hogy míg a fulvósavat tartalmazó komplexitalnál jöttek ezek, így kezdte Károly a beszélgetést, hogy hát nem olyan finom. Van egy fejlesztésünk, tehát lesz a herbafúvó eszenciának, illetve a herbafúvó eszencia papaja kivonattal is egy prémium kategória. Uh-huh. Na most ez a prémium nem azért készült, hogy drágábban lehessen eladni, mert nem sok árkülönbség lesz, hanem a prémium azért készült, hogy jobb lesz. Tehát gyakorlatilag ott is az inulin belekerül, tehát a prebiotikus értékét megnöveljük, ezáltal egy kicsit finomabb is lesz. És a másik nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ugye amikor az állatgyógyász egy gyógyhatású készítmény ugye meglett, és ott létrejött egyfajta tapasztalat, akkor ugye gyakorlatilag én vizsgáltam az embereket, meg vizsgáltam az állatokat, és gyakorlatilag bizonyos egy nikotin savamid, az kimarad belőle, jó, akkor és cseréljünk. Akkor a nikotin savamid az gyakorlatilag most bele fog kerülni az új prémiumba, és nyilvánvalóan ennek most nem tudok belemenni, hogy a sejtszintű energiatermelésre és a hatékony energiatermelésünkre, meg tulajdonképpen a teherbíró képességünkre milyen hatással lesz. Jó, megkérlek, hogy egy kicsit magasabban töltsed, hogy lássák egy kicsit a színét is. Tehát egy ilyen sűrű szirup tulajdonképpen, uh-huh. Tehát ennek 20% fölött van a szárazanyag tartalma, és akkor hát egészségünkre. Akkor ez ma a mai műsorunk zárása, hogy egészségedre, Károly, és természetesen az önök egészségére is isszuk. Is